Következő előadásban a szájhigiénia fontosságáról fogunk hallani. Az előadónk egy nagyon különleges, nagy tudású szakember. Mikor elküldte, hogy milyen végzettségei vannak, hát nagyon erősen meghúztam, hogy nagy estélig itt maradjunk a felolvasás miatt. Úgyhogy én szeretném pontosan felolvasni nektek. Bécsben él, okleveles agrármérnök, német-magyar szakfordító, uniós agrárszakértő, a növénytermesztési és kertészeti tudományok doktora, gyömökológus, növényvédelmi szakmérnök, parlagfűszakértő, számos tudományos ismeretterjesztő cikk mellett két könyv szerzője, életfeladata a tanulás és a tanítás egy életen át, nem feltétlenül a katedrán. Nagyobb örömünkre Dékszen Gyémánt, akinek a Bűvös hete című könyve pont a Dékszen Gyémánt elismerésére született meg. Fogadjátok szeretettel dr. Farkas Anikó. Nagyon szépen köszönöm a bemutatást és a lehetőséget, hogy itt lehetek köztetek, és beszélhetek a szájhigiénia jelentőségéről. És megpróbálok nem nagyon béna lenni, de a szemüveget lehet, hogy leteszem, mert jó a kivetítő. Megengeditek? Köszönöm. És azzal kezdeném rögtön, hogy ugye volt nekem korábban egy zeném az I Will Survive, biztos ismeritek Gloria Gaynortól. Két nappal ezelőtt majdnem azt mondtam a Józsinak, hogy a diva helyett tegyük azt, mert olyan állapotban voltam, de szerencsére most már minden oké. Jó, és akkor igyekszünk 20 percet a szájhigiéniának, a fogápolásnak szentelni, és utána termékekről is egy pár szót beszélni, amikkel ebben segíteni tudunk. Ugye nagyon fontos, hogy tisztában legyünk a fogalmakkal, mindjárt a higiéniával, olyan intézkedések összessége, irányelvek, amik főleg a tisztasággal kapcsolatosak és általános érvényűnek mondhatók, mindenki ismeri ezeket az irányelveket, ha a fogápolásról beszélünk. Másrészt a higiénia, az orvostudomány egy ága, és ezen belül elsősorban a fertőzések kialakulásával, azok megelőzésével foglalkozik. Miértek és hogyanok? Tudod, miért érdemes itt lenned a Dékszen rendezvényen? Miért érdemes minden programon részt venned? Megnézni a webkonferenciákat, elmenni roadshowkra? Mert a miértek mellett hogyanokat is kapsz. Ha tanulsz, ha képzed magad bármilyen fórumon, és itt most legyen elsősorban szó az online lehetőségekről, biztos megtapasztaltad, hogy ingyenesen a miérteket kapod meg. Ez a legtöbb tanfolyam esetében így van, feliratkozol, és miértekre kapsz választ egy 5-8 akárhány részes online tanfi segítségével. A hogyanokat azonban már mindenki jó pénzért értékesíti. Gondolj bele, hogy mennyit költöttél arra, hogy ma itt lehess, vagy mibe kerül neked az, hogy részt vegyél egy webkonfon. Megkapod a hogyanokat, és azokból aztán te tovább építkezhetsz, és minden egyes információ segítségével te több leszel, értékesebb leszel, és ezáltal értékesebbé teszed az életet, a környezetet és az egész világ számára. Amiről nem lesz szó, az a fogunk környezetében lévő egyéb szervek, tehát a szájüreg azért több, mint a fogunk, de nem tudunk kitérni a mai előadás kapcsán, vagy annak keretében, ilyenre, hogy a mandula szerepe, vagy a nyálmirigyek, és ezeknek a esetleges problémái, vagy hasonlók. Tehát kifejezetten a fogak körül fog zajlani ez a mai program részemről, és az alapelvek, ugye a szájhigiénia, mint olyan, mindenki tudja, hogy beletartozik a rendszeres fogmosás, a fogkefe cseréje, egyébként 2-3 havonta javasolt, vagy ha érzékeled, hogy tönkrement, illetve hogyha beteg voltál, akkor mindenképp cserél gyakrabban. A fogsejem használatát javasolják, és ezt meg tudom erősíteni, hiszen vannak olyan helyek, ahova fogkeféddel nem férsz. És a rendszeres orvosi ellenőrzés is nagyon fontos, de ezt is még nagyon tudjátok, dékszenesek különösen. A fogad az, ami fáj. Ugye mitől fáj? Attól, hogy azt az idegeket, ereket és sejteket tartalmazó fogbél réteget eléri a fogszovasodás.
Hogy mitől alakul ki ez a fogszúvasodás, ezt is nagyjából tudjátok, de fontos lesz a következőkben. Az úgynevezett lepedék az, amely biofilm réteget képez a fog felszínen. A bio előtag jelzi azt, hogy itt valami élő dologról is szó van, ezek pedig a savtermelő baktériumok, amik a különböző étel és italmaradékok és nyál keveredve ott van ebben a lepedékben. És a fogaink legnagyobb ellensége a fogkő, ami nem más, mint ennek a lepedéknek a mineralizációjából keletkező anyag. Azt mondják, hogy az életkor előre haladtával hajlamosabbak vagyunk a fogkő képződésre. Na most DXN-esként van egy jó hírem. 2 év után voltam újra fogorvosnál, aki megállapította, hogy na hát alig jött vissza a fogkő. Ugye 2 évvel korábban is volt egy nagy ellenőrzés, fogkő, eltávolítás, és a 2 év alatt alig valami jött vissza, úgyhogy működik a fogkrém, bátran használjátok. Okay. A fogszúvasodást ezek az előbb említett bizonyos savképző baktériumok okozzák, amelyek szénhidrátokat, különböző cukrokat bontanak, és melléktermékként savak képződnek. Ez a sav károsítja majd a fogfelszínt, amely ugye a fogszúvasodáshoz vezet, és aztán a fájdalomhoz, vagy nagyobb problémához. Ez a demineralizáció, azaz az ásványanyagok kioldása, és a remineralizáció, tehát az ásványanyagok nyálból való beépülése, ez dinamikus egyensúlyban van alapvetően, egészen addig, amíg ugye a cukrok a szájban túlsúlyban nem kerülnek. Jó, és a kemény szövetek károsodnak a sav hatására, és ezért alakul ki a fogszúvasodás. Jó. És akkor nézzük meg ugye a fogak szerepét. Jó esetben felnőttként ugye ott van a teljes fogsorunk, amelyben vannak metszőfogak, szemfogak, kisörlők és nagyörlők. És hát felveszük a táplálékot, és elkezdődik annak a feldolgozása a szájüregben a fogak segítségével. De nagyon fontos, és megint csak nem megyünk bele részletesen, hogy van nekünk egy emésztőcsatornánk, amiről nagyon sokat tudunk, különösen ugye mi ott a Zolinak köszönhetően nagyon alapos ismeretekre tettünk szert az Enzymix alkotóiról és hatásairól. Szóval nagyon sokat beszéltünk már az emésztőrendszerről, az enzimekről, csak mi azt felejtjük el, hogy az emésztés a szájban kezdődik, az emésztőrendszered első, felső szakasza az a szájüreg és az abban található dolgok. De nagyon fontos, hogy a rágás a szájüregben megfelelő minőségű legyen, hiszen ha nem rágod meg eléggé a falatot, ugye szokták mondani, hogy 70-szer rágd meg, ha nem aprózódik fel eléggé, ha nem keveredik jól a nyállal, és nem képződnek megfelelő méretű falatok, akkor nem kezdődhet meg a szénhidrátok megfelelő bontása, ami a nyálban található enzimekkel kezdődik, és az emésztőcsatorna alsóbb részeire nagyobb feladat fog hárulni, megterheled. És itt van az egyik lényeg, hogy ha nem megfelelő az emésztés a szájüregben, nem kezdődik meg megfelelő módon az emésztés, az alsóbb traktusokra nagyobb feladat hárul. Az energia valahonnan kell. Például az immunrendszered működésére kevesebb fordítódik, azért, hogy az emésztésedet meg tudja oldani a szervezeted. Az emésztésed alapvető működtetői a bélbaktériumok. Ha nem megfelelő az emésztés, akkor a bélflórád megborul. Ha a káros baktériumok szaporodnak fel, akkor már az immunrendszered sem úgy működik. A méreganyagok és az azok elégtelen kiürülése előbb-utóbb, és tudjuk ugye, már régóta, hogy minden az egészséged a bélben kezdődik, és hogy pszichoszomatikus betegségekről is beszélünk, sőt, ma már nagyon sokan azt mondják, hogy csak pszichoszomatikus betegség létezik. Szóval pszichés zavarokhoz is vezethet az, hogyha az emésztésed nem megfelelő, amellett persze, hogy tapasztalhatsz bőrtüneteket és hasonlókat, amiket mindannyian ismerünk és beszéltünk már róla. Az úgynevezett take away message, azaz ezt vidd magaddal.
A megfelelő szájhigiénia biztosítja, hogy épek legyenek a fogaid és az ínyed, ezáltal az emésztésed, ami a szájüregben kezdődik, hatékony lesz, optimális bélflórát tudsz fenntartani, amely a hosszantartó egészséged záloga. Ráadás információ. Biztos tudod, hogy a fülakupunktúrában a füleden található pontok valamelyikét kezelik. Ez azért lehetséges, mert a füleden úgynevezett mikrorendszer van, az egész tested leképeződik rá. De ilyen van a tenyéren, ugye a talpmasszást is tudod, hogy ezért hatékony. És egyébként a testünk különböző részein találhatók ilyen mikrorendszerek, még a nyelvünkön is van mikrorendszer. De képzétek el, hogy még a fogak is megmutatják az egyes szervek működési állapotát. A mikrorendszerekről azt kell tudni, hogy oda-vissza mutatnak, tehát ha nekem rossz valamelyik fogam, és tudom, hogy az melyik mikrorendszerem, melyik szervemmel van összeköttetésbe, akkor elkezdhetnék gondolkodni azon, hogy az adott szervemet hogyan segíthetném meg. Ha pedig szervi problémám van, akkor gondolhatok arra, hogy előbb-utóbb a fogamban is, a fogammal is jelentkezni fog valamilyen probléma. És akkor nézzük a szájhigiéniát DXM módra. Ugye az, hogy megadod magadnak az időt az étkezésre, hogy változatos az, amit megeszel, sokszínű, és erre rásegít ugye a spirulina. Szóval, hogy sokszínűen, változatosan étkezel, megadod magadnak az időt, a rágásra is, élvezed az ízeket, az aromákat, az étel illatát. A DXN mondjuk így jelmondata szerint megbízhatóság, becsületesség, erény. Légy magad számára megbízható az ételválasztásban. Becsülettel tedd oda magad az egészségedért, azért, és ugye ezt Jane Youtól hallottuk, hogy nem akarunk szomorúságot okozni a szeretteinknek. Vigyázz magadra. Erény. Mutasd meg másoknak is. Szeretettel. És használd a DXN termékeket a DXN palettájáról. A fogkrém. Tegye fel a kezét, amit még soha nem próbálta. Szuper. Akkor ízét, színét, aromáját mindannyian ismeritek. Ugye a ganoderma kivonat miatt barna, a mentol ad egy friss ízt, a borsmenta olaj pedig a tartós, friss lehelet biztosítéka. Azt tudnotok kell, hogy a mentol alapvetően a borsmenta olajból származik, de készítik szintetikusan is. De tulajdonképpen ezt akár egymás mellett is lehetne írni. Ugye igény szerinti kiszerelésben kicsi vagy nagy, hát azért megmutatjuk, hogy hát ha valaki nem látta, ugye kisháztartásokba és utazáshoz, nagyháztartásba, sok hely, sok személy. És egyébként szintén utazás, a nyaralás, a telelésre, és Dubai utunkra gondolva, travel kit. Azért praktikusak a kis kiszerelések, mert jó esetben elfogy, kidobod, és több hely jut a szuveníroknak. Oké. Okay. Az imin cukorka. Ugye szintén tartalmazza a borsmentaolajat és a ganoderma kivonatot. A ganodermáról azért nem beszélek, mert azt úgyis mindenki tudja már. A borsmentaolaj, illetve a menta hasonlóan antimikrobás hatású, mint a ganoderma kivonat, és fájdalomcsillapító, hűsítő hatása is van. Aki kicsit járatos az illóolajokban, az biztosan tudja, és valószínűleg használja is. Migrén esetén a borsmentaolajat érdemes kicsit kenegetni, tehát akár a fogkrémmel is kipróbálhatod. És ugye a mentolos cukorka nagyon jó szolgálatot tesz bármikor, bárhova utazol, és különösen akkor, amikor ilyen vírusosabb, bacisabb időszak van, fogyaszd rendszeresen. És amire a szájápolás kapcsán valószínűleg mondjuk így a gyakorlottabb DXN-esek rendelkeznek ismerettel, az újak,
vagy a kevésbé képzettek nem annyira, ez a DXN kókuszolaj. Részletesen szintén nem beszélek róla, de tudjatok róla, hogy alapvető a szájhigiéniában. Laurinsav és kaprilsav tartalma révén szintén antimikrobás hatású, ami azt jelenti, hogy meggátolja a káros baktériumok, vírusok felszaporodását. Emellett a nehézfémek eltávolítását segíti hatóanyagai révén, és nyugtató hatású. Az úgynevezett olajos szájöblítés, vagy kókuszolaj rágás számos jó hatással bír ennek következtében. Alapvetően észre fogod venni ugye a méregtelenítési folyamatok hatását, illetve a benne lévő tápanyagok beépülése révén azoknak a pozitív hatását. Ez az olajos rágás, ez tulajdonképpen annyit jelent, hogy egy kávés, bocsánat, teás kanálnyi kókuszzsírt, lehetőleg ilyen szilárdabb formájában a szádba veszel, és nagyon alaposan forgatod a szádban. Arra vigyázz, hogy ne nyeld le. Mivel tele lesz nehézfémekkel és mikroorganizmusokkal, és egyéb káros anyagokkal, ezért, ha lehet, akkor a WC-be köpt ki. És most fogad DXN fogkrémmel utána. Aztán pedig alaposabb öblítés nem szükséges a fogmosás után, mert akkor tudod hagyni, hogy hasson tovább a ganoderma. Ja. Nagyon szépen köszönöm a megtisztelő figyelmeteket, és használjátok egészséggel. Anikó, aztán gyorsan befejezte, még fel sem voltunk készülve itt a folytatásra. Hát le a kalappal előtted, Anikó.